Ütemterv szerint, vagyis szeptember végére elkészül a Sárospataki belvárosban az új főtér kialakítása. Ezután kezdődik a tér és a hozzá kapcsolódó további elemek tételes műszaki átvétele. A művelődés háza, valamint a Comenius főiskola közötti teret sokan fotózzák és ellenőrzik nap mint nap. Ezzel a helyiek segítik az önkormányzat minőség ellenőrzési munkáját, illetve több hasznos észrevételt is tesznek. Így történt az is, hogy miután az önkormányzat nem szeretett volna a beruházás során az ország több pontján is kiépített szökőkutat, más látványosságot kerestek, egy harangjáték mellett döntöttek, amelynek elhelyezését lakossági javaslat segítette. Egy olyan attrakció elemnél, ami sehol nincs a környéken, ez pedig egy olyan harangjáték, amely arra is alkalmas, hogyha úgy programozzuk be, akkor negyed óránként, fél óránként, óránként tud bármilyen dalomat eljátszani, viszont arra is alkalmas, hogy egy-egy művész, orgonaművész, zongoraművész, akár komoly zeneművek előadását is el tudja ebben a harangtoronyban végezni. Bízom benne, hogy a patakiak meg fogják szokni. Az ő kérésüknek megfelelően alakítottuk ki a régi kerítésből a harangtoronynak a lábait. A Sárospataki harangjátékot készítő vállalkozó 30 éves szakirányú tapasztalattal rendelkezik. Ők készítették például az egri minaret, mai napig csodált zenei szerkezetét is. A pataki hangterjedelméről megtudtuk, valós zenei élmény nyújt majd. 26 hangból áll, ez a normál G-től a kétfonalas G-ig. Hát ugye, aki nem zeneértő szakember, annak nem igazán sokat mond, de ez két oktáv hangterjedelem, ami azért általában hozzáértők szerint is nagyon sok zene lejátszható. A mestermű hagyományos hangokat és kialakítást takar, azonban a zenei lehetőségek a modern eszközök igénybevételével széles körűek lettek. A memóriában 100 hely van, ez rengeteg dallamot jelent, és utána időre, hétre, napra beprogramozva akár mindig más-más zenét tud játszani. De ami külön érdekessége, hogyha mondjuk itt a téren valami zenei esemény van, bármilyen más hangszeren itt játszanak, akkor egy hosszú kábeles csatlakozóval és a MIDI billentyűvel direkt be is megszólalhat. A szakember azt is elmondta, a kialakítás során figyelembe vették a tér akusztikai adottságait is, hogy a lehető legszebben szólaljanak meg a gongnak nevezett intelligens harangok.